Kötőív beírása. Kattintsunk rá a fő eszközkészlet formai jelkészlet ikonjára. Megjelenik a formai jelkészlet, melyben kötőívek, crescendo és decrescendo, oktávjelek és néhány egyéb jel ikonja található. Ez is pontosan úgy viselkedik, mint a már eddig megismert lebegő készletek, a képernyő bármelyik pontjára elhúzható, a mérete és az alakja pedig tetszés szerint megváltoztatható. A készletben található ívek és vonalak intelligensen viselkednek. Beírásuk után hozzákötődnek az ütemekhez, így például, ha azok hosszát megváltoztatjuk, a jelek is velük mozognak. Ha egy több ütemet átívelő ívet, vagy egyéb intelligens jelet írunk be a kottába, és később az oldalakra tördelés miatt annak eleje az egyik, a vége pedig a következő oldalra kerül, akkor a program automatikusan ketté választja azt. A jelkészlet megjelenésekor a kötőív ikonja magától aktívvá válik. Így ezt újra már nem kell kiválasztanunk. Vigyük a kurzort a dallam első hangjegyének fejéhez, kattintsunk rá duplán, hagyjuk lenyomva az egér gombját és húzzuk át a kurzort a következő ütem utolsó hangjáig, amíg ez a hang kijelölté nem válik, amit képének negatívvá válása jelképez. Mindaddig mozgathatjuk a kötőív végpontját, amíg az egér gombját lenyomva tartjuk. Engedjük el az egér gombját. Elkészült egy új hangjegyhez kapcsolódó kötőív. Nézzük meg, hogy tetszik-e ívelése, vagy szívesen megváltoztatnánk íveltebbé, esetleg laposabbá.